most azonnal hagyd el az Edenhotelt. Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen dolgom múlott a játékon. Most, hogy Peti távozott, lehet, hogy én leszek a következő. Kedves Alexa, ma romantikus randevúra küldhetsz egy fiút mondta. És egy lányt. Noémi és a Máté. Én a Pittel szeretnék lenni. Örültem, hogy a Noémi elmegy. Igazából nagy játékosnak tartom magam. Első blikre szerintem nem vagyok egy szimpatikus személyiség. Hogy én úgy gondolom, hogy te Noémit fogod választani mindennek ellenére. Neki van egy olyan karaktere és egy olyan személyisége, ami szerintem ide való. Kedves Levente, te vagy a harmadik szingli a hotelben, a mai éjszakát tölts Kirával és Alexával a szingli szobában. Üdvözlöm Önöket az Edenhotelből, Costa Carayesből. Az elmúlt éjjel Leventének abban a szerencsében volt része, hogy egyszerre két lánya, Kirával és Alexával is együtt aludhatott. Vajon melyikük lesz majd a párja? És mi lesz a pár nélkül maradt lány sorsa? Ráadásul ma este kinyílik Pandora szerencéje is, amely tovább porzolja az indulatokat. Elindult a kémia benne. Most. Igen. A testi vonzalom, igen, egyre erősebb. Kedves Levente, most döntened kell, hogy a két lány közül kit szeretnél párodol itt az Edenben. Az a lány, akit nem választasz, védettséget élved, majd a holnapi párválasztott ceremónián. Robbantani fog, ő biztos, hogy nem a Levente mögé fog beállni. Érzel valamit Edina iránt, vagy csak játszol vele? Ez a szerelem dolog egy kicsit fel van fújva. Jó kis játékszer vagyok. Igen, láttuk, hogy összevartatok bújban. Don Alejandro, mindent tudom, hogy mi történt köztetek. De jó, hogy akkor nem kell titkolózni. Igazából nem az zavart, hogy Noémivel aludt, mert ugye Noémiben megbízom. Csak inkább az, hogy valaki aludt az én helyemen. Az azért sokkal rosszabb érzés. Jó reggelt kívánok! Ébredünk én annyira jó érzéssel ébredtem, és annyira jó volt kimenni a többiekhez, hogy jó volt. Jó volt, hogy így zenét kaptunk végig alá. Olyan nagyon utálom a Petit. Pedig azt hittem, hogy az az idegbaj, meg az a kilévő állapot, mikor a Peti nyúz engem egész nap és piszkál, és néha felteszi az idegbaj. Hiányzik mi? Nagyon. Érted? Erre meg a Peti után beküldenek egy se színesebb bűző gyereket. Ez mi? Kira a párja Peti távozását követően szerintem most lebeg, és nem tudja még, hogy kihez húzzon. Jó, amúgy az a durva, hogy ha, érted, nagyon sok dolgot ugyanúgy látunk, és a játékról is ugyanúgy gondolkozunk ezzel a gyerekkel. És? Hát mi is? Hát most, ha őt ezt nem fűzi meg, érted? Hát akkor beszélgess vele, csak ne feltűnően. Tehát nem úgy tűnjön, hogy konkrét célzattal mész oda hozzá, hanem csak úgy keveredj oda. Mindenképpen beszélgetni fogok a Leventével, már csak abból a célzatból is, mert hogyha esetleg együtt maradunk, vagy bent tudok maradni, akkor remélem, hogy a párválasztó után újabb fiú érkezik, aki talán normálisabb a Leventénél, és akkor már is le tudom cserélni. Megmondom neked az igazságot. Most,
Hallgass rám, a Pit téged választ. Az biztos, van, de muszáj vagyok a jövőre gondolni. Nem fog választani. Most már mondom neked itt. Minden? Hallgatsz rám, vagy nem hallgatsz rám? Engem nem fog választani? Nem fog választani. Kezdjél el, megmondtam, a B terveden gondolkozni. Itt a B terv? Nem tudom. Úgyhogy most meg a Peti sincsen. Nem tudom. Figyelj, most választ utána is jön be valaki. Na, így van. Úgyhogy... akármi lehet. Hát a mi kapcsolunk a Pittel, az tényleg van, hogy sebelejtse nélkül, egyszer fent, egyszer lent. Ő nehezen fogadta el azt, hogy én itt eléggé kibontakoztam magamból, mint hogy elég poénos vagyok. Most majdnem súgtam el, amit. De nem súgtam. Súgjál. Nem, lehet. Mondd hangosan. Nem merem. Mi lehet, hogy az? Elindult a kémia bennem. Nagyon. Most. Igen? Mhm. Hol bezárjuk az ajtót? Léci. Attól félek, hogy Mátéval a testi mozgalom igen egyre erősebb. És egyre nehezebb lesz ennek ellenállni. Yeah, a Pit. Egy érettebb srác. Mm. Pét. Úgy érettebb, hogy nem bírja ezeket a poénokat. Szerintem meg épp, és a Kira felszínes poénjait bírja. Jó, de Kira nem mondja neki azt, hogy kuss. Például. Ez jogos. Meg üljél el, meg maradjál meg magadnak. Neked egy olyan pár kell, aki jó nagy paraszt. Nem, hogy nem egy paraszt, nem. Pasi is pasi kell. Igen, egy normális férfi. Aki beszúrogat neked meg. De nem egy paraszt. Én nem vagyok paraszt társaságban, Niki. Nekem intelligens barátaim vannak. Hát de nem úgy, aki beszúrogat neked, nem jön be ez, hogy nem, hogy bújikolj rád meg ilyenek. Persze, legyen férfi. Örülök, hogy Pit nem az én párom. Én csak ennyit tudok mondani. Szimpatikus nekem Pit, de félnék tőle. Mi volt az éjszaka? Beszélgettünk egy kicsit lefekvés előtt. Ki merre, hogyan, kicsit még keverem is. Nagyjából most ezt a izét, ezt a védettséges sztoridat, azt kérdezgettem, hogy az hogy történt, mint történt. Igazából ennyi. Hát erről a Kira tudott főleg mesélni, tudod, mert Alexa is két napja van itt. Mondjuk Alexa is elég fogékony ezekre a dolgokra. Alexa nagyon figyel, viszont ő nyomul is keményen. Hát figyelj, más lehetősége nincs. Ja, ő nyomja magát nagyon. Ja, de a Pitnél lehet, hogy játszik. Ez, mert közé most így meg van bolondulva egy kicsit. Egyre inkább úgy gondolom, hogy Alexa nekem megfelelő pár lesz, legalábbis rövid távon biztosan. A többi nem lenne esélyem egy-két napon belül mondjuk így elhódítani őket párjuktól. Kira meg azt érzem, hogy még nem csinál semmit, de ő is nagy játékos lehet. Figyelj, a Kira az nagyon durva. Tehát ő az, aki nyilván, hogyha a párja, akkor vele mindennek beszél, de mindenkinek azt mondja, amit kell, kellő időben. Úgyhogy ő vele vigyázni kell. Mindig az a cél, hogy minél hamarabb kiismerjük, vagy inkább megismerjük az új lakót. Nagyon, nagyon vigyázni kell vele, mert elég okos gyerek, tehát az így kiderült. Jajaj. Levél! Kedves Levente, az éjszaka lehetőséged volt közelebbről is megismerni Alexát és Kirát. Most döntened kell, hogy a két lány közül kit szeretnél párodol itt az édenben. Vele kell majd egy párt alkotnod a holnapi párválasztó ceremónián is. Jól fontold meg a döntésed, mert az a lány, akit nem választasz, védettséget élved majd a holnapi párválasztó ceremónián. Ennyi. Hogy megmondtam a döntésedet egyedül kell meghoznod, a többiek nem befolyásolhatnak. Aki mostantól befolyásolni próbál, azonnal távozik a hotelből. Hogy megmondtam? Én dolgok. Lépcsőn lefelé. Hogy minél egyedül. És senki lesz olyan hozzá lehetőleg most. Tomi, gyere, addig tudsz tanácsot adni? Nem akarom. Ki akarod ejteni a tanácsot? Ha rávalgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Valamennyire vártam egy fordulatot a mai nap során. Tehát mondhatni számítottam erre. Most azért egy elég fontos döntéshelyzetbe kerültem. Az a megérzésem, hogy akármelyik lányt fogja választani, szerintem ez Noémi rovására fog menni. A ceremónia nem kell egy párt alkotniuk. De, ide van. Ott beállnak a fiúk és beállnak a lányok, ahol akarnak. Igen. A ceremóniáig. Igen.
Nem, vele kell majd egy párt alkotnod a holnapi párválasztó ceremónián is. Nem a ceremónián. Ja, is? Hát te ezt én nem értem. De a védett odaállhat amögé, aki a Levente mögött lesz, érted? Tehát ez most ez lesz a védettség. Mondjuk szerintem igen. Ez a célszerű. Ha kirakapja meg a védettséget, akkor ez egy torpedó lesz, mert ő robbantani fog. Ő biztos, hogy nem a Levente mögé fog beállni. Ő ezt el is mondta, hogy ha ő kapja a védettséget, akkor biztos, hogy neki erős pár kell. Úgyhogy innentől kezdve mindenkinek van félnivalója. Ha az új lány kapja meg, akkor kiderül, hogy milyen, de szerintem normális az új lány, úgyhogy úgy gondolom, hogy akkor talán kicsivel kevesebb az esélye annak, hogy veszélyben érezzem magamat. Nem kell izgulni, nyugodtság! Kitaláljuk Péter! Én sem vagyok hülye gyerek hazud. Tudom. Az, hogy egy páran úgy tekintenek rám itt bent, mint a családfőre, ez nyilván megtisztelő, de ez hosszú távon nem biztos, hogy jó taktika, mert itt ugye először mindenki az erőseket szeretné kiszórni. Most ez jó, hogy például az Alexa tőlem kér tanácsot, vagy Pete is arra számít, hogy majd én kitalálom a taktikát. Nem akarom, hogy az Adrián legyen a védett. Alexa. Te lennél ki mögé elnő. Éppen ez az, hogy semmelyik őtöket nem akarom hazaküldeni, akkor csak mögéjük állnék. Nem tudom, ez túl egyszerű lenne, hogyha te majd mögéjük állhatnál. Szóval, szerintem se. Akit nagyon szívesen hazaküldenék az Eden Hotelból, az Alexa, már csak azért is, mert szerintem nem kéne itt tenni a nagy embert, attól már egy-két napja van itt, és már olyan szinten beszél a dolgokról, mintha ő már két hónapja itt lenne, és nekem ez nagyon unszimpatikus. Ezt nem tudom, Levente, hogy fog dönteni? Kíváncsi vagyok. És te mit szeretnél? Csak kell tele kérdezni. Én benn maradni. Kösz. Nem. Mit szeretnél, hogy kimaradni? Vagy akire? A család megbomlott. Egy mondat elég volt. Sokkal jobban ismered, mint Ángám. Jó, nem kell izgulni, megvárjuk a döntés, aztán lehet. Mindenki tudja, hogy miért. És velem tudnátok játszani a játékot? Ugyanúgy tök jó fej vagy. Most mi nem jövünk ki, hol, de... Veled igen, de egyébként szerintem azóta még a fogadtatásom óta, azt mondom, a többiek jobban szeretnék, hogyha elmennék. Nem. Nyilvánvalóan a királynak nem fogom elfelejteni azt, hogy az ő és a Peti kavarásra ejtette ki a Gábort. Hogyha te kezded van a védettség, te kira mögé állnál? Persze. Igen. Hát... Nyilván. De nem tudom, most ezt így, én neki hova máshova állnék? Tehát érted, hol máshol lenne az, ahol nem lenne az, hogy engem utálna mindenki utálna? Sehol. Az a baj, hogy még nem ismered, tudod, a királyt. Nagyon aljas. Ezt és tudom, ezt mindenki mondja. Nagyon, nagyon ilyen bűbályos, aranyos, meg minden. Jó, viszont de... nem játssza meg magát, azért ő ezt, ezt a képet adja is magáról, hogy... Ha az Alexandra fogja kapni a védettséget, talán vele nagyobb esélyem van a bennmaradásra. És mindig kihorkol? Én biztosít szoktam, mert az orrom meg van műtve. És igen. Előtte nem horkoltam. Nem, őt nem is látszik. Ja, igen. És nem volt nekik? Örör volt mi nekem most. Amikor először levették a gicset, akkor nem ismertem magam. Nem, nagyon durván néztem ki. Úristen, ne. És így fogta, Jézusom. Fura volt, de megszoktam. Milyen orrod van? Hát... Három ügypot rajta. Mind van még megütni, ha nem vagyok indiszkrét. Egy pár dolog megvan. Szám az 6-szor lett megcsinálva. Ez lemed egyébként? Nem? Nem, most 7-szer lett megcsinálva újra a szám, mert... De elrontották, vagy még újra kellett? Nem, 6-szor voltam töltetni, és még most 7-szerre kivetettem a számból. Nagyobb volt ettől sokkal. Mm-hmm. Igen. Mm-hmm. Felett most vágva, úgyhogy lett belőle véve. 70 mellem van, meg az orrom 2-szer. Meg a seggében van egy kis beton. Sőt, a Nikinek a jobb fül az plexi. Hát én felvállalom, nem titkolok sem. A haja az egy lóé például. A söré. Nikinek szerintem abszolút hibátlan teste van, tehát nyilván dolgozott is rajta eleget a orvosi brigád, de ettől függetlenül szerintem az alapadottsága is jó.
mint tudjátok, elég nehéz döntési helyzetbe kerültem. Bevallom őszintén az elején, amikor bekerültem a játékba, akkor talán egy kicsit is, de Alexa szimpatikusabb volt, mint Kira. Viszont mérlegeltem egyéb tényezőket is, mint például, hogy Kira most vesztette el a párját, és már a játék elejétől kezdve benn van. És úgy gondolom, hogy vele talán egy kicsit stabilabb párt tudnék alkotni, és pont emiatt a választásom Kirára esett. Király vagy. És akkor ő az Alexandra védett? Enyém a védettség. Igen. Yes! Yeah. I am the best! Abszolút számítottam arra, hogy ennyi esze lesz a kisgyereknek, hogy engem fog választani, bár én az ő helyében nem mertem volna ezt megtenni, hogy bejövök egy új közösségbe, és az új lánynak adom oda a védettséget. Kira, ki van, figyeld? Kira, az, hogy ki van? Nézd a fúlva Kirát, hogy ki van te? Kira, az olyan, ki van? Tiszta ideg. Szegény Kira, itt van egyedül, látod? Gondoltam, megmentem. Viszont akkor ma éjjel is a szingli szobában alszom, úgy néz ki. Az érzéseimre hallgattam, illetve pár fiútól kaptam olyan információt, hogy tartottak attól, hogy Kira védettséget kap. Csak mondok neked valamit. Lehet, hogy az Alexa mellén fog beállni. Meggyőzzük. Szeretnél az Alexa? De a Noémit nem fogom kirakni. Én nem, micsoda, hát én ez az, hogy én Noémit kurvára nem akarom kirakni. Most figyelj neked, tetszik az Alexa, mint nő, akkor utána lehet lehetőséged rá. Hát persze, csak nem, a Noémit tartsuk benne. Hát az mindenképp. Tehát mert akkor inkább megyek haza. Most szeretik a lányok is, mm-hmm. Ez nagyon lényeges. Nem, ez mindenképpen. A másik, hogy Alexa irányítható. Aha. Még most. Számomra a legfontosabb az, hogy a Noémit megvédjem, illetve hát nem megvédjem, hanem tovább vigyem valamilyen úton, módon. Figyelj! Levél! A tálom, ja? Hamarosan kinyílik Pandora szelencéje. Mindenki vegye el a nevére szóló borítékokat, amiben találtok egy papírt és egy tollat. Írjatok fel 5 olyan kérdést, amit szeretnétek feltenni egymásnak, de talán nem meritek. Sok mindent megbeszéltetek, de biztos, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket nem mertetek feltenni egymásnak. Most itt a lehetőség. Ne feledjétek, holnap párválasztó ceremónia, a legszebb védettséget élvez, és valaki közületek távozni fog. A kérdéseknél mindig jelölni kell, melyik játékoshoz szól. Kérdezhettek bármit, nem fog kiderülni, kiírta a kérdést. A lezárt borítékokat a tollal együtt 20 perc múlva hozzátok vissza a tálcára. A Pandora ceremónián én úgy gondolom, hogy ki lehet használni dolgokat. Nyilván ugye emberi tekinteteket, mimikákat, bármit meg lehet figyelni ilyenkor, hogyha az ember okosan tesz fel kérdéseket. És szerintetek mit fog csinálni? Ezen gondolkodtatok már? Aha. Én nem tudom, hogy fog csinálni. Tehát robbant, vagy azt mondja, hogy inkább nem tudom, hogy maradjon nyugiba, és akkor beáll egy gyengébb pár mellé. Nem, szerintem nem fog robbantani. Szerintem a legjobb. Én rá is látom ezt a játékot, tudod? Nem tudom, azt is fel kell mérni, tudod, hogy ki a gyenge páros. Most gyenge relatív, mondom, hogy gyenge. Sebezhető. Ha Alexa beáll a Krisztián mögé, a Krisztián a következő párválasztó ceremónián ki fogja szórni, és fogja választani a B-tervét. Haza akar menni 4 nap múlva? Nem hülye? Hát beállok egy olyan pár mögé, aki tudom, hogy még el leszek vele egy hétig, vagy 2 hétig. Szóval egy erős pároshoz berobbantani nehéz. Igen, hát ez a kockázat az egésznek. Az Alexa, úgy érzem, hogy elég sunyi ember, szóval képes lenne tényleg nagyot robbantani, és én ezt még azt is el tudom képzelni egy ilyen 70%-ra, hogy mögénk meg a Pete mögé fog állni. Csak húzd meg magad, csendesen, mi elintézzük neked a dolgot. Én megértem neked valamit,
De én nem akarom, hogy úgy magamért is kitokálni, tudod, én értem, hogy segíteni akartam. Jó, csak itt magadért kiállni a legkevesebb. Nem kell, nem kell most. Hát de figyelj, ha az Alexa beáll a Levi mögé, akkor nincs gond. Kérem, egy. Miki, ezen van most mindenki. De ha nem áll így legyen, csak arra figyelj, hogy egy kicsit most így. Hát nem veszem, nyugodt vagyok az ízével is szemben. Nem kell megint összekavarni a szart. Hát igen, én most csak így csendesen. Ti lányok azért benne vagytok rendesen ebben. Én tudom. Látok a szatanát. Igen. Mi beleszarunk a kondérba, de ti kavarjátok meg. Hát nem jelöztem. Szépen kifejeztem volna. Érzel valamit Edina iránt, vagy csak játszol vele? Ez a szerelem dolog egy kicsit fel van fújva. Jó kis játékszer vagyok. Kitaláltad, hogy a családból kimenjen haza? Ő találja ki, sajnos. Ő a leggyengébb veszteség szerintem. Bármire szükséged van, rám számíthatsz. Nem bízom itt bent senkiben. Akár bázis cserélhetünk. De senki nem tudhat róla. Kedves Levente, most döntened kell, hogy a két lány közül kit szeretnél párodol itt az édenben. Az a lány, akit nem választasz, védettséget élved majd a holnapi párválasztó ceremónián. Most azért egy elég fontos döntéshelyzetbe kerültem. Ha kirakapja meg a védettséget, akkor ez egy torpedó lesz. Enyém a védettség. Igen. Abszolút számítottam arra, hogy ennyi észre lesz a kisgyereknek. Lehet, hogy az Alexa mellén fog beállni. Meggyőzik. Számomra a legfontosabb az, hogy a Noémit megvédjem, illetve hát nem megvédjem, hanem tovább vigyem valamilyen úton, módon. Alexa, milyen szempontok alapján fogod meghozni a döntésedet a párválasztó ceremónián? A párválasztó ceremónián a döntésemet az alapján hozom meg, hogy nem szeretnék szembe menni a társasággal, ugyanakkor nyilván elsősorban azt fogom nézni, hogy én hogyan fogom tudni továbbvinni a játékot. Levente, ha az összes lány közül választhattál volna, akkor is királyra esett volna a döntésed? A taktikai szempontból igen. Most vesztette el a párját, remélem, hogy bizalmat tudok neki szavazni, és ezáltal egy erős párt majd alkotni. A Leventében én abból a szempontból nem bízok, hogyha igazán okos lenne, azzal bizonyította volna be, hogy Alexát választja párjául, akivel még egy másfél napot csak kibírt volna, bármennyire is sipálkol ellene, én megkapom a védettségét, és én kirakom minden az Alexát. Kira, a család megbízhat benned továbbra is. Mindenképpen nem szeretnék golyót kapni attól, mert elvesztettem a Petit. Nem tudom, hogy ez a kérdés miért merült fel egyáltalán. Én úgy érzem, hogy továbbra is meg lehet bennem bízni. Igyekeztem az előző alkalommal is nem belekavarni a levesbe. Örülök, hogy nem úgy tettem, ahogy tanácsolták, mert különben most nem ülnék itt köztetek. Hát a golyót még kaphat. Csak nem az azért. Azért mondtam. Éljen a család. Niki, mit gondolsz? Veszélyben vagy? Mindenki veszélyben van, ugyanúgy én is. Én úgy gondolom, egy biztos párom van, megbízok benne, ő is megbízik bennem. Hogyha úgy alakul, hogy én mögém állna be a Alexa, az ellen nem tudok mit tenni. Azért tettem fel Nikinek ezt a kérdést, csak hogy érezze a veszély szelét. Krisztián, ha esetleg Miki távozna a játékból, mennyire számíthatna rád az új párod? Semennyire. És Miki nem fog távozni a játékból. Ezek a kérdések? Ezzel szerintem megválaszoltam mindent. Máté,
Érzel valamit Edina iránt, vagy csak játszol vele? Kemény kérdés. Szerintem itt mindenki mindenkivel játszik. Ja, jó, ennyi. Én Edinát nagyon kedvelem, tényleg jóban vagyunk. És ennél többet nem szeretnék annyira mondani, ez a szerelem dolog egy kicsit fel van fújva, én úgy érzem. De tényleg így jó a kapcsolatunk. Jó társak vagytok? Igen. Jó kis játékszer vagyok. Szerintem a Máté nagyon-nagyon kedveli Edinát, mint embert, meg mint barátot, de ő nem olyan fajta, akiben hamar jönnek ezek az érzések elő, mint az Edinán van. Kira, csalódott vagy, hogy nem lettél védett? Nem, abszolút nem vagyok csalódott, én biztos vagyok magamban, meg a helyzetemben, és úgy gondolom, a család az össze fog tartani, és meg fogunk oldani minden szituációt, úgy, ahogy eddig is megoldottuk, hogy akire nem voltunk kíváncsiak, azt haza is küldtük. Ebből biztos lehetsz. Engem egy dolog fogott meg a mostani Pandora ceremónián, ez pedig a királynak a reakciója volt. Ez nekem nagyon érdekes volt, ez a túlzott magabiztosság. Kicsit meg is ijedtem. Tomi, nem érzed, hogy nevetséges már ez a családduma? Hát, lehet, hogy nevetséges. Aki mondjuk nevetséges, az golyót fog kapni. Megmondom őszintén, én ezt a faternak is mondtam, mikor benn volt, hogy szerintem röhelyes ez a családduma, tehát én ezt így nem tartom szem előtt, mert úgy gondolom, hogy itt egyéni érdekek vannak, vagy páros érdekek vannak, itt nincs egy család, tehát ez nem az a hely. Most mindenki azt mondta, amit a másik hallani akart. Alexától azért várok itt még meglepetéseket. Az első párválasztón kiesett a Adri, a második párválasztón kiesett a Fater, holnap meg kiesik a tudjuk ki. Aha, csak megjön egy levél, hogy nem állhatsz a Levente mögé. Akkor viszont. Jöhet a kapit egyértelmű, nem? Igen. De akkor nem lesz az, hogy mindenki rám fúj. Miért lenne? Hát nem volt már, az ugyanaz, mint az én helyzetem volt, nem volt más választás. Szerintem egyébként én a saját magammal valamennyire meg tudnám fogni a Pítát, mert pont az van meg bennem, ami a Noémiből hiányzik, és ami neki hiányzik. A párválasztó után a következő ceremónián én már a Pítát szeretném páromnak. Én vele tudnám elképzelni a játékot első naptól kezdve. Amit mondtál a Pandora, nekem eszem ágában nem jutott ezen megsérteni, sőt, utána mi jött oda ide is, Pít is, nem rossz neked az, hogy a Máté ilyen, hogy is fogalmazott, ilyen diplomatikus választ ad mindig, mondom, miért zavarnám, nem ők egy pár, hát most így gondolj, ez van, most ezzel engem nem bántasz, egy kicsit sem. Én tudom, amit tudok, én bízom benned, nekem annyi bőven elég az, hogy a többieknek mit mondasz, és nekem mit mondasz, én elhiszem, amit nekem mondasz, lehet hülye vagyok, de szeretnék abban a tudatban lenni, hogy őszinte vagyok szám. Az vagyok. Tudom, látom. Akkor lesz egy csókot. Nagyon szívesen. Úgy gondolom, hogy a Máté és az én kapcsolatom az ránk tartozik, legalábbis a mélyebb érzések, hogyha lehet erről beszélni most még, mert még azért még mi mindig nem tartunk szerelemnél. Na és mi van, Tomi? Kitaláltad, hogy a családból kimenjen haza? Ő találja ki, sajnos. Lehet, hogy a Noémi. Magamból. De lehet, hogy te. Neki a Pít kell, ez biztos. Akkor miért állna a Levi mögé? Hát mert a Noémit nem akarja kirakni. De hát ezt már eldönti szerintem. És engem igen? Hát te nem vagy vele túl jóba. És? És? Nekünk teljesen mindegy, sajnos most a Kira a feláldozható, mivel én a Noémit nem nagyon szeretném kitenni. A Kirát sem, de hát ő a leggyengébb veszteség szerintem a családunk számára.
ide hosszú távra jó jönni, nagyon. Ez egy fantasztikus élmény tényleg. Igen, de hiába maradok, mert azt, hogy most maradok. Ugye, én abból az egyből tudlak biztosítani, hogy... Hogy te mellett, ami talán mellett nem mellettok. Ezt akarom mondani, nem csak a holnapi döntésedben, ha bármiben szükséged van, rám számíthatsz. Az Alexandra szerintem egy nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon bájos lány. Igazából tényleg holnap fog kiderülni, hogy tényleg nem az van, hogy Alamuszi Nyuszi nagyot ugrik. Nem volt semmi, de én ismerem a Nikit. És nagyon jól tudom befolyásolni. Mivel nekem a külvilágban ilyen hölgyek társaságát élvezem nap, mint nap. És ezer ilyen nővel vagyok nap, mint nap, és ismerem ezeket a lányokat. Az egy dolog, hogy 19 éves vagyok, de ez ilyen idős nőkről én mindent tudok. Mert nekem ez a társaságban. Ilyen 25-től 40-ig. Na, nekem meg pont alatta. Jaj! De édesek, nézzétek! De nézd, milyen aranyos apsz! Nézzétek már! De most édesek! Majd maradjál már! De milyen aranyos apsz! Tök jó! Még valami kell egy semmiséget. Abszolút őszinte kapcsolatnak tartom a Edina Máté párosét, mert ők is úgy kezdték, mint én meg a Peti, így haverként kezdtek beszélgetni egymással, és így már is más az alapja egy kapcsolatnak, mintha a külső alapján választanánk a másikat. Van neked, aki úgy gondolsz, hogy szimpatikus? Nyugodtan mondd nekem. Nem szimpatikus egyébként senki. Jó, egyedül a... Nem tudom, nem bízhatok meg benned, szerintem annyira, én nem ismerjük egymást. Figyelj, egyet elmondhatok. Én szeretem az információkat, viszont tovább tőlem nem jutnak. Tehát én így magamban érzem, kíváncsi vagyok. Ma akkor ezt elmondom, de tényleg maradjunk köztünk. Jó. Hogy ugye Alexa versus Kira. Kirát azért választottam, mert vele ki tudok jönni szerintem. Na mindegy, a lényeg az gyakorlatilag, hogy Alexa erre idegesít. Ennyi. Tehát igazából azért választottam Kirát. Most az más kérdés, hogy ő védettséget kapott, ezután hogy dönt? Én úgy gondolom, hogy minket nem fog választani. Leventében látok fantáziát, és látok benne jövőt is. Akár még avval kapcsolatban is, hogy egy pár legyünk. Szóval én elkezdek játszani. Ezt most nem értem. Akkor én... Kifejtenéd? Olyan szinten magamhoz láncolok, ezt el nem tudod hinni. Krisztián, miért gondolod azt, hogy magadhoz tudsz egyetlen láncolni? Mert én magamhoz tudlak. De miért gondolod azt? Megvan az eszközeim. Megvan az eszközeim. De Krisztián. Megvan az eszközeim. Hidd el, 28 éves vagyok. Nem tudom, hány éves vagy. Ha 40 éves lenni, akkor is meg tudnak szerezni bármi áron. És megvan az eszközeim. De nem szeretném. Nem szeretnéd. De nem szeretett kérdése. Ha nem? Erről én döntök. Krisztián számít arra, hogy több fog köztünk kialakulni, mint egy ölelés, vagy akár egy odabújás, vagy egy simogatás, de nem fog semmi kialakulni kettőnk között. Amúgy el akartam valamit mondani pont a lányról, mit kezdte az Alexáról fönt? Nem tudom. Nem bírod ki vele? Nem akarok vele lenni, de ezt nem mondd el senkinek, légy szíves. Akkor mire ki vele még 4 napot, mit szólsz ezzel? Mire ki vele még 4 napot, ha holnap nem küld haza? És akkor összeköltözünk. De ezt sem mondd el senkinek. Ha van kedved. Mi van? Mit nem értesz? Még egyszer. Ha van kedved. Bírja ki vele még 4 napot. Igen, ha van kedved. Igen. És utána akár párt is cserélhetünk. De úgy, hogy senki nem tudhat róla. Vagy letagadom az egészet, hogy én ilyet felajánlottam.
Azt mondtam Anikónak, hogy Kira mellett én 100%-ig kiállok, illetve hogy vele képzelem el a játékot hosszú távon. Ez persze nem igaz. De nem akartam még mély vízbe ugrani egyelőre. Én a mai nap jöttem rá, hogy mekkora k***t meg hamol ez a család dolog. Hát ez az egész, ez szerintem eddig is. Jó, én ezt eddig is tudtam, hogy kamu, érted? De most érted, direkt oda mentem a délután a Tomihoz. Na mi van, mondom, mi a sorsom, mert nem kell tudom. És mit mondott? Hát, hogy ő ez ellen nem tud mit tenni, hogy ő nem akarja, hogy menjek, de hogy ezt a család nem lehet befolyásolni. Abszolút kiderült, hogy szerintem két sort nem értett meg az egészből, csak annyi jutott el az agyáig, hogy válaszpárt. Szóval én nem szeretnék ilyen ostoba semmilyen emberrel együtt lenni. Mondjuk elég hülyén döntött a srác. Figyelj, a Levit ma megkérdeztem, hogy mondom, eszedbe se jutott, hogy az Alexát válaszod, és pár óra múlva odajössz hozzám, hogy te amúgy azért válaszodtad őt, mert mivel nem védett, így ki tudjuk ejteni a játékból. És mit mondott erre? Annyira ő még annyira nem annyira érzi buta. A játékot. Nem érzi a játékot. Nem, és pont azért nézélek, hogy most két olyan ember kezében vannak a dolgok, érted, akik nem érzik a játékot. Nem. Kirát én most nagyon sajnálom, mert azt látom rajta, hogy kezdi feladni ezt a játékot, ami szerintem sosem jó. Várjál, csak hogy tisztázzuk, nem akarlak átbaszni, nem akarom, hogy legyenek félreértést. Hogy akkor ne is beszélj most a Kirával, csak maximum, ha nem beszélek most a Kirával, de csúrantani, cseppenteni fogok nem infókat, fogsz. Ezt, azt, amit úgy gondolok, hogy nem gáz rád nézve. Itt most minden gáz rám nézve, mert figyelj, Anikó, rajta függetlenül kiderítettem egy csomó mindent, úgyhogy ezt most tényleg hagyjuk. Ja, jó, oké. Akkor jó. Ennyit mondok, hogy akkor jó. Oké? Okay? Velem ne legyél kétszínű. Én senkivel nem vagyok, az csak, hogy tudjál róla. Jó. Akkor ez most őszinte akkor jó, vagy nem őszinte? Ez akkor jó. Azért mondtam, hogy én azt mondom, hogy akkor jó. Beszéltem a Tomékkal, beszéltem a Krisztiánnal, beszéltem most veled. Van egy csomó infóm, ami rád nézve gáz, azt nem mondom el neki. Amit meg úgy gondolok, a Tomiék nem mondták, hogy nem mondjam el senkinek, meg ilyesmi. Nem bízom itt bent senkiben. Sem a Leventében, senkiben. Ígérd meg, hogy kint nagyon szerelmes leszel velünk. Ígérjem meg. Igen. De csak kint. Csak kint? Itt ne legyél. Miért? Szeretnél? Miért? Ez kívánság műsor? Nem. Lehetséges, hogy egyszer csak szerelem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy itt a játékon belül abszolút nem kell ezzel foglalkozni. Hát igen, csak ő úgy, na mindegy, napra forgó. Engem nem érdekel. Jó, hogy ne, az nem érdekel. Aha. Csak amikor már nem leszel, jó, mindegy. Ki fog fordulni magából. Az a vagy, ez ismeretke. Mi? Mi szerinted nem őszinte? Ugye vagy, a legdurvább. Tudod, mit jelent, milyen jelenetet rendezett a ceremónián? Te az Erkélyen alszol, és gyűlöllek, és így, meg úgy, meg amúgy. De ez a Tomi normális. Felé. Ja, aha. És este röhögcséltek. 3 órával később hagyjuk már. Én nem tudok ilyen lenni. Jól éreztük magunkat együtt, végülis azzal nincs is probléma, bár mondom, nekem, mint férfi, abszolút nem jön be, és amiket ő felhozott, hogy mi párként, úgy párként is együttműködnénk, hát ez nevetséges, biztos, hogy nem. Túl erősek vagyunk. Ezt nagyon nehéz összétrobbantani bárkinek is. Igen, tehát se a csajoknak, se senkinek. Mivel itt jönnek be emberek, és azokat az embereket úgy tűk, mi van, hogy hulálni, ahogy mi akarunk. Igen. Ennyi. Látod az új csaj, ennyi. Azt választja, akit mi akarunk. Csak most. Igen. Nem valószínűleg ülott a pít a nyugágyba az új csajjal. Innentől kezdve bárki bármit mond, bár elvágta magát. Az új csaj nem, neki még van esélye a bizalomra. Hát, figyelj. Nyugtával dicsérj a napot. Ez az új lánya is olyan fenntartásaim vannak, hogy... Minden újjal van fenntartás. De ennyire nekem nem volt senkivel még eddig, mint ezzel a lánnyal. Úgy gondolom, hogy ha sikerül megvalósítani a tervünket, akkor elég nagyot húzunk, és hosszú távra bebiztosíthatjuk a helyünket. Nekem azt kell, hogy a Krisztiánék engem bírjanak. Meg a Máték.
De Mátéval én egy szót nem tudok beszélni, nem szól hozzám, nem néz rám, nem csinál semmit. Érted? Mi van? Semmi, csak mondd. A Máté engem levegőnek néz, nem tudok vele. Jó, de az nem a te dolgod. Te a lányokkal foglalkozzál. Milyen lányokkal? Az Adinával, akiről elmondtad a véleményed. De várj, de most ez nem azt jelenti, én azt mondom, hogy valaki milyen, attól neked még velük kedvesnek kell lenni. Ne legyél, ez nekem nem is esik nehezen. Ne legyél Kira. A Kirának azért nincs itt esélye, mert ilyen, amilyen. Mert őszinte. Hát. Túl őszinte és ennyi. Túl ordinári. Higgyél nekem, én nem osztottam meg senkivel ezeket az infókat, mint veled. Azért osztod meg velem, mert gondolom benned is körvonalazod az, hogy holnap nekem lesz olyan emberke, aki megérti, amit mondok. Akár a ceremónián, akár kin mögé állnék, akkor is a következőn már veled alkotnék ebben. Ennyi, én csak arra kérek, mert a Noémi legyen. Most a Kirát kiteszed, és ez a szándékod, engem ez se zavar, nagyon szeretem őt, meg kedvelem. Nem a Noémi lesz. Gondolom, nem fogsz sírni a Kira után. Nem fog sírni. Jó, köszönöm. Ezt tudja is, hogy a búcsú buria, úgyhogy ennyi. Tehát emiatt ne legyen. De én meg ezt akarom, hogy nyitott a szemmel járja. Egy. De most már nem is akarok a Kira. Nem is a Kirát akarom kirakni. Mert a Kira ma tök normális volt. Én attól félek, hogy a Kira holnap megint is. A Kira viszont nem fog átbaszni. Tudod miért? Mert a szívén, ez a száján. Ennyi. Aha, csak én nem biztos, hogy van kedvem ezt hallgatni egész nap, aminek a szívén ezt hát, meg szerintem úgy itt találtam kívül, kevesebb, sok ember. Mint a kéne? Kiderült, hogy ő ki akarja rakni a Tomit is, és az Anikót is. Emellett ő akar itt a főfő lenni, én meg úgymond majd becsicskulok neki, vagy nem tudom, hogy ő mit szeretett volna. Nekem a Krisztián egyáltalán nem az ideálom, érted? Nekem ő nem tetszik. Mit? Kémia nem. Nem, szerintem a bezártság működik itt, nem a kémia. Hogy be vagyunk zárva, és van egy olyan ember, akivel jól érzem magam. Ennyi. Semmi más. Majd 10 év van köztetek. Ez az, hát nekem hol kéne érzed, egy 19 éves pasi vicc. Na, szerintem neki is szeretne valami szerelmi kapcsolatba kerülni, meg nem is olyan nő, aki ebbe beadná a derekát. Nyilvánvaló, hogy ti egy párt fogtok alkotni. Nem nyilvánvaló, jó, akkor itt semmi nem nyilvánvaló. Te így szeretnéd? Én szeretném. Te így szeretnéd? Igen, én így szeretném. Te vagy a védett, nyilvánvaló. Jó, megvan oldva, mivel egy fiú jön be, lehet, hogy kettő, kiszorjuk mind a kettőt, mint a szart, és összejöttök. Oké, Levente? Levente? Akivel nekem 4 éjszakát együtt kell aludnom, és nem azzal van a problémám, hogy együtt jó, hogyha az lenne a cél, hogy én Alikót bent tartsam, aludnék mással 4 éjszakát. A Máté aludt 2 éjszakát, vagy nem 3 éjszakát az Adrienne, akit kiszortunk Pippal. 3 éjjelt együtt aludtak. Így van, így van. Kivel? De én az tudom, hogy kiraktátok a Leventét. Csak de nem ismerünk 3-at. Okay. És de ti mennyire szaroltok a Leventével? De mindenki megültem, a család a lényeg. Felhasznod magát valamilyen szinten, érted? Ennyi. Mondjuk ez igen. Ja, csak a családtagok mindig változnak benne. Hát azt mindig a lányokkal varják meg. Próbáljuk megnőzni a nőket. Mert én szülök mindig, és már átisítom mindig. Akkor viszont most már biztos vagyok a döntésben. Milyen döntésben? Most az enyémben? Nem, hogy mit kellene döntened. Na és mit? Kirát kell küldened. Most már én is azt mondom. Pedig kedvelem. Tudom, hogy kedveled. Há dias que vêm e só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tem que passar. Há dias que vêm e só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tem que passar. Ma Kira újra párra talált, ám ki tudja, meddig örülhet a biztonságának, hiszen Alexa komoly hatalmat kapott Leventétől. Edina már a második éjjel tölti távol Mátéton, ami láthatólag megviseli. Már csak az a kérdés, hogy holnap ismét egy ágyba bújhatnak-e. Viszlát holnap a párválasztó napján, addig is nézzék honlapunkat, és ne feledkezzenek el a Viaszat 6-ról sem.
megkaptam. Nagyon nem tudja, mit akar, tiszta hülye. Minden lány veszélyben érezheti magát. Ez volt a legnagyobb félelmem ebbe a játékba. Át lesz enni még zordabb. Ennek így kell történnie. Van neked már valami nagyon szarul fog, és nem csak szólok. Számomra egy senki jó ahhoz, hogy én most elkezdjek neki puncsolni. Üdvözlök benneteket a harmadik párválasztó ceremónián.